Szeretettel köszöntjük a Gólya Café nézőit, sziasztok! Terveink szerint természetesen minden nap jelentkezünk a Debreceni Egyetem Gólya táborából. Én Szabó Laci vagyok, és természetesen itt van velem kolléganőm. Pálucci Alexandra, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Tegnap sikeresen beköltöztek a gólyák a táborban, rendben zajlott minden, és természetesen az esti programokon is telt ház volt. A mai napon is több vendég fog érkezni hozzánk, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Már is itt van velünk a stúdióban Nagy János professzor, az Agrális Gazdálkodás Tudományok Centrumának elnöke. Tisztelettel köszöntjük, elnök urat! Jó napot kívánok! Ugye ilyenkor a gólyatábor ideje az mindig egy számvetés is, hiszen a debreceniek találkoznak a hallgatóval, és megtudtuk tegnap, hogy több mint 150 új gólya van idén az Agrártudományi Centrumon. Ez azt jelenti, hogy sikeres volt idén a felvételi, több hallgató érkezett, mint tavaly. Milyenek a számok, a mutatók? Nagyon nagy öröm számunkra, hogy a Debrecen Egyetemen belül, de talán országosan is kupagyőztesek vagyunk. Minek lehet ez köszönhető, hogy idén megemelkedett a képzések iránti érdeklődés? Mint általában egy egyetemi oktató a katedrán szokta mondani, több oka van. Most is ez így van. Azt gondolom, hogy talán az elsődleges az, hogy a Debrecen Egyetem elfogadottsága, elismertsége a családok körében és a gimnáziumi végzősök körébe, talán a tanárai körébe is növekedett, hiszen a főiskolákon megfeleződött az első évesek száma. Tehát úgy gondolják az érettségizők, a felvételire jelentkezők és talán a családok is, hogy érdemesebb talán egy nagy egyetemre beiratkozni. Ezt gondolom, ez egy elég általános. Konkrétan az agrárszakokra nagyon nagy volt az érdeklődés. Szívesen mondok néhány nagyon új tapasztalatot is. Azt látom, hogy a nemzetgazdaságon belül jó lehet az iparnak bizonyos szegmensei. Biztos a fiatalok szívesen hallják, hogy az autóiparnak a GDP-hez való hozzájárulása, termelés az jelentős, de az agrárnak a aránya mindenképpen növekedett. Ez egy nagy büszkeség, ugyanakkor egy nagy kihívás és kötelezettség, remélem így érzik a hallgatók is, hiszen minden egyes alkalommal, ami lehetséges, hálásak lehetünk Debrecennek, Debrecen város polgárainak, hogy már annak idején úgy gondolták, hogy a vidék, de talán Debrecen város fejlődése is nagyban függ, hogy a Kárpát-medencében, a régióban milyen a mezőgazdaság, milyen a vidék. És azt gondolom, hogy ez nagyon sikeres. Ehhez nagyon sok hagyomány tartozik. Elsősorban a mezőgazdasági tevékenységgel, állattenyésztés, növénytermesztés, zöldség, gyümölcstermesztés se kapcsolatosan, de nagyon nagy az érdeklődés a hallgatók körében, környezetgazdálkodás, természetvédelem iránt is, és remélem, hogy ez a jelentkezés, ez perspektívában nagyon sokat jelent majd a szakmai ismeretekbe, a tudás és egyáltalán a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésében. Ugye nem kerülhetjük meg azt a kérdést sem, hogy a professzor is volt valamikor egyetemi hallgató és első éves hallgató. Hogyan emlékszik vissza, elnök úr, erre az időszakra? Hát az egy nagyon nagy élmény, amikor a középiskola után az ember belép az egyetemre. Ez 1970-ben volt, elég régen, akkor az a sajátosság volt, hogy egy év katonai szolgálat után. Tehát az egy nagyon érdekes érzés volt, mert az ember végre eljutott élete, vagy mindenképpen nagy álma, élete nagy kihívás elé, az egyetemi tanulmányok elé. Ugyanakkor azt gondoltuk, mint leszerelők, hiszen mindenki, aki alkalmas volt a honvédségtől jött, hogy itt egy nagyon jó a tanulásra, a sportra, a kultúrára nagy lehetőségeket kapunk, és ez így is volt. Nagyon megható volt, ahogy a felsőbb évesek fogadtak bennünket. Én mindjárt egy kulturális programba kerültem felkérésre. Mai napig emlékszem, és nagyon, nagyon jó esőérzés volt. Kollégista is lettem, úgyhogy mindez 5 évig nagyon kötött az Alma Maternek a konkrét helyéhez is. Nagyon sokszor halljuk azt manapság, hogy a fiataloknak már az egyetemi évek alatt érdemes bekapcsolódni, akár gyakornokként valamilyen cégnek, vállalatnak a munkájába, akár öntevékenyként, civil szervezetnél. Milyen tanácsokat tudna adni, elnök úr, most fiataloknak, hogyan próbálják menedzselni önmagukat már az egyetemen? Azt szoktam mindig elmondani a tanítványoknak, hogy a
utóbbi évtizedekben a hallgatók lehetőségei megsokszorozódtak. Mind az itthoni tudást, tanulást, mind a nemzetközi vagy külföldi tanulmányokat illetően. Azonban van egy jelentős hátránya a mai fiataloknak, hogy a korábbi időszakban ugyan nem volt meg ez a nagyon nagy lehetőség, viszont lényegesen kevesebben minden 20 hallgatóra jutott egy tanárvezető, nagyon sokat kaptunk a programok megszervezésében, gyakorlatilag közvetlen kapcsolat volt a tanárok és a diákok között. Ma úgy gondolom, hogy mivel a hallgatóság száma meg sokszorozódott, hogy a hallgatóknak kell megkeresni a tanszékeket, és akinek van egyetemista korában olyan szakmai témája, amivel szívesen szeretne megismerkedni, azt szoktam mondani, hogy legalább egy ilyen tudományos témát, ha sikerül megismerni, bekapcsolódni a tanszék munkájába, akkor később bármilyen témában, ha ugyan a tartalom eltérő is, de azok a módszerek, ismeretek, azok a lehetőségek itthon és Európában vagy a világban, azok nagyon hasonlóak. Tehát nagy előnye van annak, aki a diploma mellé olyan tapasztalatot is kap legalább egy szakterületen, ami neki kedves, amit szívesen művel, még akkor is, hogyha lehet, hogy az életben nem pont ezen a területen fog dolgozni. Köszöntjük újra a kedves nézőket, mint látjátok, történt egy helycsere, itt ül mellettem. Szebelédi Soma Gergő, én is üdvözlöm a kedves nézőket. A vendégünk pedig Pacári Viktória, a SZÖSZ elnöke, akivel a tankönyvgyűjtésről fogunk beszélgetni. Először is azt kérdezném meg, hogy mi a SZÖSZ, tehát mit akar ez a mozaik szó? A SZÖSZ a Szociális Hallgató Köntevékeny Szerveződésének a rövidítése, és a Szociológiai és Szociálpolitika Tanszék hallgatóiból álló szervezet az egyetemen. Karitatív tevékenységekkel foglalkozunk általában, bulikat szervezünk, a közösséget próbáljuk erősíteni a tanszéken és az egyetemen egyaránt. Az idei gólyatáborban rendkívüli módon jótékonysági kampányt is megvalósítottak a szervezők. Kifejtenéd, hogy pontosan miről van szó? Tankönyveket gyűjtünk a gólyatáborban a hátrányos helyzetű gyermekeknek, ugye tekintettel vagyunk az iskolakezdésre, és éppen ezért esett a választásunk az iskolát kezdő gyermekekre. És ki fogják megkapni ezeket az adományokat, és mikor? Felvettük a kapcsolatot a debreceni tankerület vezetőjével, és ők választják ki, hogy melyek azok az iskolák, ahol szükség van könyvekre, illetve ahol rászorulnak a tanulók. A napokban megkapják egyébként a gyerekek a tankönyveket, illetve az iskolák, és még egy héttel később is lesz egyébként egy ilyen gyűjtésünk a következő gólyatáborban, azt pedig azután fogjuk lebonyolítani. És sikerrel zárult-e ez az akció? Igen, az elején egy kicsit megijedtünk, hogy kevés könyvet fognak hozni, de úgy vettük észre, hogy nagyon sok könyv gyűlt össze. Tegnap, amikor lezártuk a rendszert, akkor 472 könyvet zártunk le, de este felé és reggel még hoztak be könyveket, volt, akinél még fennmaradt a szobában. És hát sokan voltak, akik így egész nagy pakkokat hoztak, de voltak olyanok is, akik egy-kettőt, és szerintem ez nagyon becsülendő, meg értékelendő dolog volt, hogy ugye nem bírták elcipelni az átszálláson, meg vonaton, meg mit tudom én a könyveket, de a szándék sok mindenkiben benne volt, hogy segítsen a gyerekeknek. Lesznek-e a jövőben esetleg hasonló jótékonysági kezdeményezések, akár a SZÖSZ, vagy akár a hallgatói önkormányzat részéről? Igen, a SZÖSZ mindig szokott ilyen akciókat szervezni, tehát karácsonykor rendszeresen, tavasszal is szoktunk, és lehet, hogy most ősszel is fogunk. És ez a HÖG-SZÖSZ együttműködés most nagyon jól alakult, úgyhogy előfordulhat, hogy a jövőben is lesz ilyen. A gólyák ugye hallgatóként esetleg csatlakozhatnak-e hozzátok? Igen, természetesen a holnapi civil faluban mi is képviseltetjük majd magunkat, ahol lehet érdeklődni majd a SZÖSZ-ről, illetve a működésünkről, és szeptemberben tervezzük, hogy új tagokat veszünk fel, úgyhogy nagyon várjuk az érdeklődőket. Rendben, köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert az akció további részéhez. Köszönjük szépen. Következő vendégünk Bács Bence, a GVK HÖG tanulmányi és szociális alelnöke. Kedves Bence, tegnap a gólyatábor első napján lezajlott az érkezés és a hallgatók tömeges bejelentkezése. Minden rendben zajlott? Hála Istennek, minden rendben zajlott. A gólyák megérkeztek,
többségük időben, voltak később, de őket is pótoltuk, tehát már ők is beköltöztek, úgyhogy minden rendben zajlott. A gólyák jelenleg egy Légvárország nevezetű programon vannak. Délután 2-től tartunk nekik egy vetélkedőt, majd pedig este 8-tól a éjszakai túrán fognak részt venni. Mit akar pontosan ez a Légvárország? Ezen a Légvárországban különböző ilyen mókás játékokat próbálhatnak ki a gólyák, például ilyen szumót, vagy esetleg rekeszmászást, ilyen vicces biciklit is kipróbálhatnak, és hasonló dolgokat. És milyen helyszínen és milyen körülmények közt fog lezajlani ez az éjszakai túra, és milyen feladatok várnak úgy általában a hallgatókra? Ez az éjszakai túra itt a Kossuth Egyetem mögötti kampuszon fog lezajlani. Hát 11 feladatot terveztünk a gólyáknak, ezek közt ilyen mókás csapatépítő, gólyákat összehangoló feladatok vannak. Van például olyan, amikor a gólyáknak fog és minden kész használata nélkül egy almát 6 emberen keresztül át kell adniuk, menő talicskásverseny és hasonló vicces feladatok. A Légvárországra visszatérve, honnan jött az ötlet, hogy ezt megszervezzétek? Hát ez a leginkább a Dehögtől jött ez az ötlet, ez nem speciális agráros program, hanem a gólyatábor összes részevője számára van ez a Légvárország, és ugye ők egész nap itt vannak, és mindenki kipróbálhatja a játékokat. Mennyire volt nehéz megszervezni a tábort, hiszen mondtad, hogy ugye még elég friss vagy ebben. Igen, elég friss vagyok ebben, de a szervezésben részt vettem, kivettem belőle a részem. Hát elég nagy szervezői munka van a hátam mögött, hiszen ez a nagy egyetemi gólyatábor így a karok közös szervezésével valósult meg, és minden karnak rengeteg munkája van. Hetek óta dolgozunk rajta, nagy munka volt, de megérte. Vendégünk Molnár Dániel, BTK Hők alelnök, akivel a Játék Határok Nélkül elnevezésű programról fogunk beszélgetni. Először is azt kérdezném, hogy ugye túl vagytok az első napon, minden rendben zajlott-e a beiratkozásnál és a regisztrációnál? Igen, tegnap sikerült minden gólyát beregisztrálnunk. 9-től 4-ig zajlott a regisztráció, hozzávetőleg BTK, IK 500 gólyát sikerült beregisztrálnunk. Voltak, akik később érkeztek, de nagyságrendileg sikerült a 9 és a 4 órás időintervallumba besűríteni őket. Elhelyeztük őket a kollégiumba, úgyhogy indulhat a gólyatábor. Az elmúlt évekhez képest a hétfői menetrend egy kicsit másképp zajlik. A vízivetélkedő helyett Játékhatárok Nélkül nevezetű játékban mérik össze erejüket és ügyességüket a gólyák. Mit kell tudnunk ezekről a játékokról? Azt ugye tudni kell, hogy a csónakázó tavat sajnos nem tudjuk használni az elmúlt évekhez hasonlóan, úgyhogy idén egy újítást kellett bevezetnünk, ez a Játékhatárok Nélkül. Itt lényegében ilyen vicces játékokkal próbáljuk meg a gólyákat kicsit jobb kedvre deríteni, illetve megmérettetni egymással a csapatokat. Lesz rodeó, rekeszmászás, lesznek olyan csapatjátékok, amikor csak egy csapat mérkőzik meg, illetve amikor kettő csapat egymással. Mennyire volt nehéz megszervezni a gólyatábort és mondjuk akár ezt a programot? Nagyon sokan végeztek a BTK Hőkben az idén, így ők már nem tudtak részt venni a gólyatábor szervezésében, így nagyon sok feladat hárult ránk. Lényegében körülbelül 8-an szerveztük meg a BTK részről ezt a dolgot, és ez volt nehéz, ez a része, hogy beosztuk az időnket, illetve az, hogy mindenki tökéletesen megcsinálja a feladatát. És tavalyhoz képest milyen változásokat vezettetek be? Ugye egyik nagy változás ez a Játékhatárok Nélkül nevű program, illetve a másik pedig a Civil Falu. Megjelenhetnek itt azok a öntevékeny csoportok az egyetemen, és meg tudják mutatni magukat a gólyáknak, és ezáltal esetleg be is tudják magukhoz szervezni őket. Mit gondolsz, szerinted miért jó debreceni egyetemistának lenni? Hát maga a program is mutatja, hogy milyen színvonalasan sikerült ezt a dolgot megcsinálnunk. Én azt gondolom, hogy példát tudunk mutatni a többi gólyatábornak is, hogy hogyan lehet a gólyákat bevezetni az egyetemi életben. Köszönjük szépen! Hát szerintünk is ez egy óriási teljesítmény, hogy ezt a gólyatábort ilyen színvonalon sikerült megszervezni. Köszönjük a beszélgetést, és köszönjük a nézőknek a figyelmet. Tartsatok velünk holnap is 11 órától!